A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ünnepélyesen esküszöm, hogy hű tagja és elkötelezett hírnöke leszek a Szent István Mézlovagrendnek munkámban és emberi viselkedésemben mézlovakhoz méltóan, példamutatón járok el. Minden lehetséges eszközzel terjesztem a magyar méz hírnevét. Ez a Szent István Mézlovagrend esküje. Ma pedig erről fogunk beszélgetni, nem csak az esküről természetesen, hanem sokkal inkább arról, hogy mennyire fontos számunkra, hogy ez a Mézlovagrend idestova 6 esztendeje megalakult itt Székesfehérváron. Vendégem a lovagrend nagymestere, Lódi József. Tisztelettel köszöntöm. Örülök, hogy itt van velünk. Köszönöm a meghívást, mindenkit üdvözlök. Ez egy fontos eskü. Így van. Mindenképpen. Honnét jött a gondolat 2016-ban, hogy mézlovagrendet alapítsanak? Egy kicsit térjünk vissza a múltra, hiszen ez meghatározza a jelent is. A mézlovagrend alapításának az éve az 2016 volt. Már az elődeink a többi megyében alapítottak hasonló mézlovagrendeket, és ez már egy olyan fázisba került itt a Fejér megyei méhészet is, hogy szükség volt megalakítani hasonlóképpen mézlovagrendet. A legelső mézlovagrend Baján alakult meg, és sorban alakultak éves viszonylatba a lovagrendek, akiknek ugye fő elkötelezett céljaik az volt, hogy a mézet, a kiváló magyar mézet népszerűsítsék, illetve a helyi fogyasztóknak kínálják a termelők. Nagyon fontos, amit mond, hiszen a magyar méz világhírű, ezt túlzás nélkül mondhatjuk, ez nem csak egy valahonnét vett jelző szerkezet, ez valóban így van, és ráadásul különlegesek a mézeink, erről is fogunk beszélgetni. Tehát itt volt az ideje, mondom én, viszont rengeteg méhész van. Hogyan vették rá őket, hogy csatlakozzanak? Hiszen ez egy civil szervezet, de nagyon fontos ahhoz, hogy még jobban megismertessék, ahogy a felhívásban is szerepel a mézet. Igazából nem kellett rávenni senkit arra, hogy csatlakozzon a mézlovagrendhez, illetve mézlovag legyen, mert mindenki magától tudta, hogy erre szükség van. Szükség van arra, hogy a magyar mézet népszerűsítsük, illetve ha mi termelők nem kóstoltatjuk, nem mutatjuk a különböző fajta mézeket, amiket Magyarországon termelünk, akkor nem fogják megismerni az emberek a boltok polcairól. Nyilvánvaló. A Fejér megyei méhészet, ahogy már beszéltünk róla, kiemelkedő mindenféle értelemben. Fontos volt-e az, hogy mindenki csatlakozik? Nyilván, ahogy ön is mondta, igen. Viszont milyen célokat tűztek ki azon felül, hogy megismertessék ezeket a mézeket a vásárlókkal is? Olyan rendezvényeket veszünk figyelembe, ahol a kézműves termékeket ismertetik a kézművesek. Általában a méhészek, mint kis termelők népszerűsítik az ilyen rendezvényeken a mézeket, illetve fölállítanak olyan standokat, ami jól megközelíthető, és szükség van erre a dologra. Hogy... Ugye azt tudjuk, hogy ön és lelke jobbik felével kistermelők, és ez a családi méhészet, ez már több mint 20 éve működik. Hogy kezdődött a szerelem? Hiszen ezt elkötelezetten lehet csinálni, szakmai hozzáértéssel természetesen, de mindenképpen elkötelezettségkel. Igen. Igazából, akit egyszer megcsap a propolisz illata, azt szokták mondani, nem fogja tudni abba hagyni ezt a mesterséget, ezt a művészetet, mert tulajdonképpen ebbe bele lehet szerelmesedni, és nagyon nehéz ebből kiszállni, illetve abba hagyni. A mi esetünkben 1997-ben a párommal
megvásároltunk egy kisebb méhészetet, a nagybocsonádi méhkaptárakkal kezdtük ezt a történetet. Abban az időben ugye ez volt a legkifejlettebb, legkiválóbb vándorkaptár, vándorlási is vándorló méhészeke lettünk, és folyamatosan jártuk a környék településeit, illetve vetéseit, akácerdőket, házserdőket. Majd később ez egy kicsit nehéznek bizonyult, hogy mindig az időjárás viszontagságaihoz képest a megfelelő időben, a megfelelő csapattal kipergessük a mézet, vagy odébb szállítsuk utána, úgyhogy átálltunk egy ilyen rakodórendszerű méhészkedésre, ahol a Hunor kaptárt választottuk. Majd később a Hunor kaptár is egy nagyon jó kaptár vándorlási szempontból, de azért igen súlyos tud lenni, hogyha a méhek jól dolgoznak, akkor kemény súlyokat kell vele megemelni. Így a Hunor méhészetet átfejlesztettük a kisebb keretméretű félnagybocsonádi rendszerre, amit most is továbbra is folytatunk. Ezzel kisebb mézeket, tehát kimondottan fajta mézeket úgy tudunk termelni, hogy nincsen benne zavaró tényező, a kis tételű, kis mennyiségű mézeket is szépen el lehet vele választani. Azt nagyon is jól tudjuk, hogy a magyar méz világhírű, tehát itt van nekünk az akácméz. Önök hogy kezdték, hiszen számtalan fajtát forgalmaznak értelemszerűen, de ehhez elkötelezettség kell, hozzáértés kell egyik oldalról, másik oldalról egy teljes év, gyakorlatilag majdnem egy teljes esztendő, tehát a tél kivételével talán minden ezt, minden. Hogy választottak maguknak különböző fajta mézeket? Mivel kezdték? A legelső ugye a tavasz beköszöntével a repceméz, amire minden méhész előszeretettel vándorol. Abba az időben a kezdetén nem volt sokféle mézünk, a nagybocsonádival nem tudtunk annyi helyet, meg olyan dolgokat megközelíteni. A kezdeti fázisban még repcemézet, akácmézet és napraforgó, illetve vegyes mézet termeltünk. Akkor még csak így kiforróban volt ez a dolog. Majd később, amikor a rakodórendszer felé kacsingattunk, akkor pedig már úgy éreztük, hogy sokkal többféle lehetőség van itt ezekben a fajta mézekben, és most már azt lehet mondani, hogy 25 év távlatából kialakult egy olyan körforgás a méhészetünk körül, ahol előszeretettel várnak minket a gazdák a tavaszi gyümölcsvirág megporzásokra, és akkor onnan indítjuk a méhészetet különböző irányba 5-6 telephelyjel. Ugye ez gondoskodó tisztelet és hozzáértés kell, nem véletlenül mondják, hogy méh plusz ész egyenlő méhész, tehát ez játékos megfogalmazás, de valóban így van. Hol tart általában a méhészet Fejér megyében? Annak tükrében, hogy mondja, hogy az alapmézeket nyilván mindenki ismeri, tehát az akác, vegyes virág, napraforgó és így tovább. Viszont egyre inkább tágul az a kör, akik szeretnének különlegességeket is kóstolni. Így van. Az emberek ki vannak éhezve az új ízekre, és nem mindig csak ezt a három egyforma, vagy hát háromféle mézet szeretnék fogyasztani, és az érdekességekre mindig felkapják a fejüket. Ezt vettük mi tulajdonképpen figyelembe, amikor annyi telephelyet létesítettünk, illetve kutattunk fel olyan területeket, ahol nincsenek zavaró tényezők. Tehát amikor nem virágzik más növény, nincs más kultúra a környéken, hanem abban az időszakban csak egyféle mézet tudunk termelni, ez fontos szempont, és ezt a vásárlók igen megbecsülik és keresik már ezeket a fajta mézeket. Említette a propoliszt a beszélgetésünk elején, ez is különleges dolog, hiszen erre feltétlenül nagy szükség van, főleg mostanság, és van egy olyan vevőköre is, mondom én, akik ezt folyamatosan keresik. Így van. A propoliszról azt tudni kell, hogy igazság szerint az antibiotikumokkal felveszi a harcot. Tehát olyan szempontból, hogy majdnem egy nevezőn lehetne említeni a két dolgot. Egy rendkívül erős vírus és baktérium elő hatása van a propoliszt, ami az ilyen
vírusos megbetegedéses időszakban egy nagyon kiváló termék, és hogyha ezt valaki már előre elkezdi bejuttatni a szervezetébe különböző formába, ez már egy megelőző a vírusokkal, illetve a betegségekkel szembe. Tehát ön és a családja a saját útjukat járják, de ugyanez jellemző egyébként, hisznek egymásban és segítik egymást a lovagrenden belül, hogy azt a sokszínűséget ők is elsajátítsák, hiszen mindenkinek érdeke. Igen. Ez klubfoglalkozás, klubnapok alkalmából megvannak az eszmecserék, tehát a szakmai tapasztalatokat általában mindig átadják a méhészek, hol, mikor, mit érdemes. Folyamatosan tartjuk a telefonon a kapcsolatot, illetve a különböző platformokon, hogy mik a lehetőségek, és mi az, ami mindenkinek elérhető lesz abban a pillanatban, és mindenki siet, hajtja magát, hogy... Mi kell ahhoz, hogy ne csak a méhek nemzetközi világnapján hangozzék el, hogy a méz jó, hogy tessék több méhet fogyasztani, hiszen tudjuk, hogy bizonyos értelemben azért még mindig nem elég, ha úgy tetszik, és ezt most nem vásárlói, meg eladói szempontból gondolom, hanem a méz természetes alapanyagot tartalmaz, fantasztikus története van, és azt gondolom, hogy az önök egyik feladata mindenképpen ezt népszerűsíteni. Hol tartanak ebben a kérdésben? Mindenféleképpen szeretnénk visszaépíteni az emberek tudatába azt, hogy nem csak télen és a megfázásos időszakban van szükség a mézre, hanem az év minden szakában. Tehát valamilyen szinten vissza kellene állnunk emberileg a cukorfogyasztásról, vagy legalábbis minimálisra lecsökkenteni a cukorfogyasztást, hogy még ilyenkor a nyári nagy melegekben is azt a limonádét, vagy azt a teát, azt is mézzel kellene édesíteni, mert az ásványi anyagokra, az aminosavakra nagyon nagy szüksége van ilyenkor nyáron ebbe a fullasztó kánikulába is a szervezetünknek, ezért egész évben szeretnénk népszerűsíteni mindenhol a mézet, nem csak téli viszonylatban. A szakmai tanácskozásoknak egyébként mi a fő témája? Az imént már érintettünk jó néhányat, de én azt gondolom, hogy nyilván vannak olyan belső ügyek, amelyek fontosak, amelyek a termelő számára, aztán később a vásárlók számára is fontosak, és ne is feledkezzünk meg a méhekről. Általában az a legfontosabb, hogy mindig a megfelelő időben, a megfelelő helyen legyenek a méhek, illetve olyan kaptárakkal és olyan felszereléssel induljanak neki a méhészek ezeknek az időszakoknak, hogy az alkalmas legyen mindenféle méz felvételre, illetve tiszta kaptárakkal, olyan értelemben, hogy ne legyenek benne zavaró mézek. Ezt általában téli időszámításban vannak a klubfoglalkozások, de attól függetlenül a méhészetek egy ilyen kis zárt csoportokba tömörülve folyamatosan napi kapcsolatban állnak egymással, és átadják a tapasztalatokat vagy az információkat. A szaktárca, az Agrárminisztérium milyen pályázatokkal segíti önöket? Vannak ilyen pályázatok, amelyek elérhetőek mindenki számára? Igen, hát vannak olyan támogatások, amiket a méhészek igénybe vehetnek egész évben, különböző fejlesztésekre, beruházásokra. Jelen pillanatban is jött egy támogatási lehetőség, amit még egyelőre nem tudunk, hogy milyen százalékos arányban, de a méhészek kihasználják a támogatásokat, amennyire lehetséges. Egy kicsit beszéljünk az időjárásról, hiszen a kánikula, és ez a furcsa, én azt mondom, hogy egyáltalán nem kontinentális éghajlata jellemző időjárás az idén megnehezítette az agrárgazdák dolgát, ez vonatkozik nyilván a méhészekre is. Ugye az elmúlt időszakban volt, amikor esett, volt, amikor később indult virágzásnak egy-egy növényi kultúra. Most mi történt az idén? Hiszen látjuk, hogy ugye ez az asszály, ez borzalmas, az egyértelmű, de mennyiben változtatja meg a méhészek dolgát? Nagyba befolyásolja a méhek életét, illetve a méhészekét ez a környezeti hatás tulajdonképpen. Hogy beszéljünk a kezdetéről, már tulajdonképpen az volt az alapvető probléma ennek az évnek, hogy a tavalyi év
végén, tehát téli időszámításban rendkívül kevés csapadék érkezett. Tehát nem volt havazás, nem volt semmilyen csapadék, már szárazon indultunk bele a kora tavaszba, és ugye a kora tavasszal volt egy-két csapadékosabb nap, meg folyamatos lehűlések, ami egyáltalán az egy másik ellensége a méhészetnek, amikor általában lehűlnek az éjszakai levegőtől ugye a növények, és nincs nektárképződés. Na most, hogyha kevés volt a csapadék, a földek nem voltak beázva, az a rendkívül kevés tavaszi csapadék, az csak megindította a növényeket a sarjú hajtásokra, meg az ilyen kényszer növekedésnek, és ez folyamatosan végigkísérte az évet. Mi ezt már akkor tudtuk, hogy nem lesz ez egy szenzációs év, méhészeti, illetve méztermelési szempontból. Igen, a repcével ez történt tavasszal, azt látjuk, és akkor mi a későbbi, hiszen a kukorica, illetve nem a kukorica, én azt gondolom, hogy először a vegyes virágméz, tehát a mezők is furcsán élték meg ezt az időjárást, és ha a napraforgót nézzük, nem különben. Rendkívül kevés volt ugye a csapadék, ez az akácvirágzást is roppantú befolyásolta, plusz a lehűlések, azok is megváltoztatták az akácfa nektárképződését, nem volt túl magas, és tulajdonképpen a nagy szárazság miatt nagyon sűrű mézet adott minden növény. Ez mindegyik növényre jellemző volt, hogy rendkívül masszív, szinte szurok keménységű mézet lehetett pergetni. Ez eltarthatósági szempontból nagyon jó, de a nektár azért az mindig csökkent mennyiségbe képződött, tehát a szárazság miatt, úgyhogy a továbbiakban utána megint rendkívül kevés csapadék esett, és ez teljesen látszódik a földeken is, hogy minden sárgul, minden teljesen tarra van száradva. A napraforgó az kényszervirágzással indult tulajdonképpen. Hiába vannak a megyében magas aranykoronaértékű földek, annyira kókattal indultak a virágzásban a növények, hogy a nektártermelődés az szinte elenyésző volt. Ez mennyiben nehezíti meg, mennyiben változtatja meg a méhészek helyzetét a közeljövőben? Az idei évben azt vártuk eredményként, hogy jó legyen legalább a virágméz termésünk, de sajnos ez nem valósult meg. Még a legjobban termő területeken sem voltak extra mennyiségű mézek, tulajdonképpen mennyiségre. Ezáltal azt kell mondani, hogy a virágméz kategória eléggé alacsony mennyiséget adott. Ez viszont gondokat szülhet, hiszen erről kénytelenek vagyunk beszélni, számtalan híradást láttunk, olvashattunk, hallottunk róla, hogy egyre a hamisított mézek piaca végtelen, tegyük hozzá. Nem csak nagy áruházaink, hanem neves magyar méhészek is beleestek abba a csapdába, hogy többet szerettek volna, mint amennyit a természet és a szakmai tudásuk megadott. A neveket nem mondjunk, de hogy küzdenek meg ezzel, hiszen ez folyamatosan terjed. A kínai méz, ami semmi köze a mézhez, tegyük hozzá, óriási veszélyt rejt, és ráadásul a boltok polcain is felfeltűnik. Mit tehet ilyenkor az egyesület, mit tehetnek önök, általában mit tehet a méhész? Általában mindig tudunk ilyen hírekről, tapasztaljuk ezeket az eseteket. Nem tudunk igazából mi semmit ebbe az ügybe tenni, és ez nagyon nehéz, és rossz irányba terelődik, mert aki ezt csinálja, igazából szabadon csinálhatja, úgymond, mert nincsen rá az a szakhatóság, vagy nincs rá az az apparátus, aki ezt konkrétan rámenősen kiszűrje. És sajnos nem tudunk. Van rá egy nébikes szám, egy zöld szám, ahova bejelentéseket lehetne tenni, akik ezzel manipulálnak. Általában nem hallunk róla híreket, hogy valaki bejelentett volna.
ők tudják ezt az ügyet felgöngyölíteni, hogyha... Miközben kötelező feltüntetni a származási helyet és egy csomó mindent, és ennek ellenére a boltok polcain megtalálható folyamatosan a hamisított magyar méz. Tegyük hozzá, hogy magyar mézről van szó, hiszen a magyar méz világhírű. Ennek egyébként érzik a hatását árban, és így tovább, ha mondjuk jó év van? Igen, megérzik a méhészek a árban a különbséget, mert úgy működik ez a dolog, hogy ha jó év van, és bőséges a termés, akkor az árat lemanipulálják a béka segge alá, és sajnos nagyon kevés pénzt kapnak a méhészek ilyenkor. És ez ki kell hangsúlyozni, hogy szinte ébérért dolgoznak kinn a napon, meg a kritikus hőmérsékletek között, mert hogyha jó a termés, akkor nagyon kevés pénzt ajánlanak érte az ilyen kereskedők, akik majd az üvegbe beleteszik, és majd ők meg még azt is megmanipulálják. Azért vannak a boltok polcain olyan kétes minőségek, és hogyha pedig kevés a termés, akkor van valamilyen szempontból elfogadható ára a méhészek részére. Összességében beváltotta a reményeket, kérdezem most a nagymestertől, amit kitűztek célul 2016-ban, a Szent István méz lovagrend? Én úgy gondolom, hogy igen, és egyre szélesebb palettán terjeszkedünk, tehát mutatjuk meg magunkat, illetve reklámozzuk a mézeket, meg a lehetséges méhészeti termékeket. Bárhol nézzük vissza, egyre jobban emelkedik a magyarországi mézfogyasztás, és ezeknek a mézlovagrendeknek ez a fő célja, ez a csapás irány, hogy emeljük a magyarországi mézfogyasztást. Történjék így. Köszönöm szépen, hogy megtisztelt, és kívánom, hogy azért jöjjön meg az az idő, ami önöknek és a mézeknek is, illetve a méheknek is jó lesz. Köszönöm, hogy itt volt velünk. Kedves nézőink, az Agrárinfót látták, vendégem Lódi József volt, a Szent István mézlovagrend nagymestere. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.